7 megyéből érkeztek jogászok arra a konferenciára, amelyet 2 év kihagyás után rendezett meg a Székesfehérvári Törvényszék és a Magyar Jogász Egylet Fejér megyei szervezete. A találkozó célja volt, hogy minél szélesebb körben megszólítsa a jogásztársadalmat. Hát a világjárvány sajnos a mi kis jogászegyleti életünket is hátrányosan érintette. 2020-ban és 2021-ben nem tudtuk megrendezni a jogászegylet szokásos éves jogásznapját. Ebben az évben szerencsére, és hála a törvényszék elnök asszonyának az ő együttműködésével sikerült, 6 nagyon nívós előadást fogunk hallani. A büntetőjogtól elkezdve a polgári jogon át munkaügyi jogvitákról fogunk előadásokat figyelni, de lesz Európai Uniós jogi kitekintés is. Az országos konferenciát a jogi hivatásrendek szakmai kihívásai a megújult jogi környezetben címmel rendezték meg. A résztvevők számos témában hallhattak előadást. A jogi hivatásrendek számára a megújuló környezet szinte folyamatos. Akár az anyagi jogról beszélünk, akár az eljárási jogról. De ugyanígy kihívások, akár a fordítások, a nyelvhasználat, a munkaügy területe, a polgári és büntetőjogi területek, és sőt, foglalkozunk és csippentünk egyet, nem csak a klasszikus igazságszolgáltatás területéről, hanem az alternativita rendezés is bekerült a tematikába. Próbálunk lépést tartani, és próbálunk ezzel kapcsolatban tartalmakat, információkat átadni. A közel 70 jogász többek között tájékozódhatott az előkészítő ülés jogintézményéről a büntető eljárásban, a szakértői bizonyítás rendszeréről és gyakorlati kérdéseiről a polgári perekben, általános szerződési feltételekről az online térben és a jogi szaknyelvről és közérthetőségről a digitalizáció korában.